Üdvözlöm a televízió nézőket! A kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel telefonon kapcsoljuk Karcagváros polgármesterét, Dobos Lászlót. Üdvözlöm, polgármester urat, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre áll! Jó napot kívánok! Én is sok szeretettel köszöntöm önt is, a televízió nézőket és a kedves rádióhallgatókat egyaránt! Ahogyan említettem, a kialakult járványügyi helyzetre való tekintettel Magyarország kormánya több ponton számos intézkedést vezetett be. Hogyan fogadták a karcagiak ezeket az intézkedéseket, és jelenleg mi városunkban aktuálisan a helyzet? A kialakult helyzetre való tekintettel természetesen a városunkban is minden olyan lépést megtettünk a első pillanattól kezdődően, ami a város lakóinak a egészség megőrzését szolgálja. Ennek megfelelően egy korábbi beszélgetésünk alkalmával már említettem, hogy sok minden lezárásra, bezárásra került. Nyilvánvalóan ezek olyan helyek, ahol sok ember megfordulhat, ami ebben a szép tavasz időben várható is. Gondolok a sportpályákra, a kirándulási lehetőségekre, olyan helyekre, ahol többen összegyűlhetnek. Én úgy vettem észre, hogy az emberek türelmesen és megértően álltak ezekhez a dolgokhoz, hiszen mindannyiunk érdeke, hogy mindenkinek az egészsége megmaradjon, és ne alakuljon ki itt a városunkban semmilyen olyan veszélyhelyzet, ami komolyabb problémákat jelentene. Kiemelt figyelem hárul, és nagyon sok feladat van az egészségügyben, frontvonalban dolgozó szakembereknek. Természetesen ez alól a karcagi Kátai Gábor Kórház szakembergárdája sem kivétel. Ők is mindent megtettek és felkészültek a koronavírus járvány elleni védekezésre. Mit lehet tudni a részletekről? Minden olyan egészségügyel kapcsolatos helyszín, legyen az a kórház, a Kátai Gábor Kórház, vagy éppen az alapellátás, valóban nagyon komoly és szigorú intézkedéseket követett, meg magam is ellenőriztem, hogy nagyon komoly zsiliprendszeren keresztül lehet bejutni minden ilyen helyre, hiszen egyáltalán nem az a cél, hogy mint békeidőben bemenjen bárki. Azt lehetett tapasztalni, hogy nagyon előrelátóan és nagyon odafigyelve szervezték meg azokat a feladatokat, intézkedéseket, ami a járványveszély elkerülését segíti. De ugyanilyen helyzet és ugyanilyen intézkedések vonatkoznak egyéb más komolyabban látogatott intézményekre. Tehát minden olyan helyen, ahol előfordulhat az, hogy a vírus terjedése felgyorsulhat, azt szerettük volna mindenképpen lelassítani, illetve egyáltalán megakadályozni, és ahogy a példa mutatja, eddig lekopogom, a városunkban nem is ütötte fel a fejét semmilyen járványveszélyhelyzet. A karcagvárosi önkormányzat több intézkedést hozott, hogy a lakosságot, valamint az országot is segítse a koronavírus járvány elleni védekezésben. Melyek voltak ezek? Hát felsorolni is nagyon nehéz lenne, hiszen itt az élet produkál ezerféle olyan problémát, dolgot, amit orvosolni kell, amit egyszerűen meg kell akadályozni, így rendkívül sok intézkedést tettünk. Nyilvánvalóan ez a fertőtlenítéstől kezdődően a lakosság tájékoztatásán át a különböző eszközök kiosztásáig terjed, és hát azt tapasztaltam, hogy valóban nagyon-nagyon fegyelmezetten vették tudomásul a intézmények vezetői, dolgozói mindazokat a feladatokat, ami rájuk hárulnak, és örömmel tapasztalom azt is, hogy a lakosság is türelmes, és a saját érdekünkben ezeket a feladatokat, ezeket az izolációs tevékenységeket tudomásul veszi, és járva a város különböző pontjait, azt lehet tapasztalni, hogy valóban nagyon-nagyon ritka kivételtől eltekintve azok vannak a utcákon, a különböző bevásárló helyeken, akiknek nagyon fontos oda menni.
El lehet mondani, hogy a napokban átadásra kerülnek a város lakói részére maszkok, és a képviselőtestület is hozott egy döntést. Mi mondható el? Nagyon-nagyon sok felajánlás érkezett. Ezt is említettem már egy korábbi beszélgetés alkalmával, és valóban megható az az összefogás, ami ebben a helyzetben a városunkban tapasztalható. Tehát itt a legkülönbözőbb emberek, legyenek azok vállalkozók, intézményvezetők, egyszerű dolgozók, ezerféle olyan tevékenységgel, tárgyi juttatással, pénzadományjal segítik a védekezést, amire szükségünk van. Ez is igaz, hogy természetesen a polgármesteri hivatal, az önkormányzat megfelelő mennyiségű védőeszközöket szerzett be, aminek a kiosztása a városban meg fog történni a hét végéig. Ezt megelőzően természetesen minden olyan intézményt folyamatosan elláttunk védőeszközökkel, ami a tűzvonalban van, legyenek ezek oktatási, nevelési, szociális vagy egészségügyi intézmények. Tehát az összefogás az példaértékű, és példaértékűnek tartom azt is, hogy a képviselők jó része pénzadománnyal is segítette a védekezést, tehát anyagi lehetőségeink megvannak a további védekezés kiterjesztésére is. Magyarország kormánya döntött arról, hogy május 4-én hétfőn az írásbeli érettségig elkezdődnek. Településünkön ez hány középiskolát érint, és mit üzen polgármester úr az érettségiző diákok számára? Hát ebben a kialakult helyzetben nyilvánvalóan nem könnyű most csak az érettségire koncentrálni, de én úgy gondolom, hogy a pedagógusoknak és a diákoknak most ez a legfőbb feladata, hogy sikeresen vegyék ezt az akadályt. Sajnos a nagyon szép és hagyományosan nagy érdeklődésre igényt tartó esemény, a ballagások azok elmaradnak, de az érettségi nem, ahogy azt tudjuk nagyon jól. Természetesen nagyon-nagyon sok sikert kívánok minden érettségizőnek. Próbáljanak valahogy olyan szinten koncentrálni a feladatokra, hogy sikerrel vegyék ezt az akadályt is. Nagyon szeretném megköszönni mindazoknak a munkáját, akik ebben a veszélyes időben kiváló munkát végeznek, és nyilvánvalóan felsorolni is nehéz lenne mindazokat, akik odaadással, nagy empátiával, időt, pénzt, fáradtságot nem kímélve dolgoznak azon, hogy a városban ne legyen komoly megbetegedési hullám, és még egyszer hogy emeljen ki az egészségügyben dolgozókat, a szociális ágazatban dolgozókat, az idős otthonban dolgozókat, a óvodákban, bölcsődékben dolgozókat, és minden olyan oktatási nevelési intézményben dolgozót, aki erre felül is teljesít a cél érdekében, és természetesen a város azon lakóinak is kijár a dicséret, akik különböző szolgáltatásokkal segítik a mindennapi munkánkat. Nagyon örülök, hogy ekkor az összetartás, és mindenképpen egy előremutató jel lehet arra, hogy sikeresen veszik az akadályokat, és valóban odafigyeléssel, a higiéniai szabályok betartásával, a védőeszközök használatával meg tudjuk azt akadályozni, hogy a betegség itt elterjedjen. Köszönöm mindenkinek! Köszönjük szépen! Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra, maradjanak otthon! Viszontlátásra!